Ez itt egy bimbarlang, egy komplet szodoma, én itt egy percig nem maradok. Hát hova tetszik a mamának sietni? Hogy hova? Haza! Nekem ebből elég! Meg tetszettünk sérteni a kedves mamát. Hogy meg-e? Meg! Ha már így kérdez, hogy meg-e? Nem is, hogyha nem lenne nektek édes mindegy. És te csak engem ne kedves mamász, ha a véleményem nem kedves. Látom ám, hogy a Farrahány borsó unikum hozzám képes. Mert itt mind csak okos. Mindenkit lepofáz, ez itt egy kuplerány, már megbocsássatok. De ezt most miért kell? Jaj, aranyoskám. Ha jól tudom, te itt csupán csak egy kis alkalmazott vagy, úgyhogy tartsd a szájat, igenis kuplerány, hol mindenki sem de... Te végét hallgassad. Te hülye vagy, fiam! Az az igazság mentül, padibb leszel, ampul idiótán! Megjöjjegyezd meg! Én csak attól félek, hogy miattad szegény apámnak meghűlik a szíve, vagy... De hagyd, mama! Csak ezt nyálszom. Az ártatlan kapárnál. A kiskunk. Azt még háromig se számol, aztán egyszer csak hajjaj, majd mi nem terül ki. Csak késő ne legyen. Isten bocsássa meg! De mama, kérem. Csak semmi, mama, kérem. Te is hibás vagy a Deák névásznánál. Szegény anyu. Helye, anyu kéne lenned, ki sírjában forog, ahogy te urizálsz. Mire vagy ekkora nagy táma, angyalom, tisztességes ember, asszony, férjének nem viszál, berakja a haját, mosakszik, semmit tört, és nem. Csafrankodik! Csafrankodik? Csafrankodik. Na de kedves ma! Védi. Édes nagypácsia! Felesleg mit mamász, papázom én magát. Az úr nem rokonom, Istennek hála nem. De hogyha én a fiam helyébe volnák, kitiltanám-e házból, ja, ki? S nem ám, hogy új kapu,
hogy az én bornyú fiam nem ám, hogy bólogat, bármiféle istentelen fanfogáriummal traktálja őt a szabad gondolkodó úr! Kisuhintott éjjeli edényben több erény van! Na jó. Nem több, mert épp annyi van megengedem, csak nem az a fajtán, hogy mindig igazat mondok. Akinek ez nem tetszik, agyőmars, ami a szívemen, a számon, az kalap! Akkor is határtifről van szó, nagymama? Tudtam, hogy ez következik. Akkor is. Mert Tartüff az... Tartüff... Az egy etalion! Azt a láb ujjatokig, a szájatokra ne vegyétek! Tudja ki a lábát! Na tudja, hol tudja ki száll! Tudja ki! Hát már semmi sem szent, az epém elfakad! Szent? Álszent, nagymama! A szemét hova tette? Mióta itt? Fötör! Fötör! Ez az imahernyó! Az imahernyó! Apánknál meg sem moccanható nélküle. Belepofázik a dolgaimba, sőt, dönt, hogy mit lehet és mit nem. A tököm ki van. Márha ki lehet az engedélye nélkül. Csatlakozom, ki vagyunk mind a hányan. Ennek az is főbűn, ha levegőt veszünk. A paplanunk alá beturkál és szuszakszik. És szuszakszik, de egy mostatlan praliné vagy drága. Csaptán nem jól teszi. Nagyon is jól teszi, mert van turkálni bőven, ha akad ki nemrest, hogy a piszkos munkát a bűn legelőjén nem hárítja másra. Ez a ti bajotok, hogy akadt végre egy pásztor. Ti értetek, turkál, hála a fiamnak. Hála? Még hogy hála? Nem mondja, nagymama. Ha apád meghűlt, sajnálom, lelke rajt. Turkáljon érte, Tartüff, nyaljon csontig neki az erény útját, de minket hagyjon békén, amíg finom vagyok. Mert egyszer elkapom. Isten bizony saját szentelt vizébe folytom. Tetszik látni? Jobb, hogy a fiatal úr a börtönbe kerül, ha nem épp a Vittóra. Egy rossz Limer miatt. Limer. Ki egy szál állítatba esett be hozzánk, és kilógott a senket. Most a nagy arcától nem látszik a nap sem. S ha a halk is, amikor elfelejtem, örgök. Na, Isten látja lelkem. Az ilyen beszédből tudni épp, hogy igaza van néki. Ha hallgatnátok rája, ez a tisztességes ház nem Szodoma lenne. Szodoma, jó duma. Nem értem, a nini miért nem veszi észre a szent állarc mögül kileskelő stricit. Befogsz, szaj, ha kígyó! Ne csak vegye észre, kilógó lóláv ő is meg a szolgája. A szolga az mintegy lőrinc, vagy mi a szösz, az csak fül a táskán, gyürke a kenyéren, de Tartüff egy szent, kezeskedek érte. Ha kell, tűzbe teszem balt, jobbot, könyékig. Mint a macska orrát beverik a tálba. Úgy mutatja néktek, hol lakik az Isten. Ezért fújtok rája, ezért fenekedtek, mert szent erénye szilárd, mint a szikla, s üzelmeitek rajt ennak annak. Nem áll, hogy az Isten pipa volna minden látogatóra, meg vendégre, aki csak meglát minket. Tartüff meg cirkuszol, ha meghal egy kocsit, meglát egy bébidolt. Előtte Orgon úr, mint egy betolt gyerek. Megjegyzem, tudom én őkkel, mert oly vadul kit félt, s kit dugna a világ szem elé. Dori! Kapnál most, ne félj! Volnál az én cselédem, egyébként jól teszi, tudd meg, ha félti, van neki rá oka, menjen már meg, bocsáss! Bálra bál,
télre koktél, télre nyár, szezon szezonra, kocsi hátán kocsi, személyzet mint a nyilasok. Pajkolódás hogy veszi ki magát? Nem mondom én, hogy alapja volna, de a haraszt szomszéd is addig, addig zörög, ameddig a végén már a szél is fújja. Haraszt szomszéd? Jaj! Te hülye vagy, fiam! A képes beszédhez túl szivacs az agya. Sok a plegyka, ezt akartam. Tudja, hát kit érdekel? Mindig van szóbeszéd. Nagy tulokasszonyom, aki bedőlnek és egész életében maga körül forog, hogy a háta mögött mit beszélnek róla. Ha már reménytelen, jobb nem törődni a világ szájával, hisz mi is csak fogak. Jobb vagy rosszabb fogak vagyunk benne, ergo egymás háta mögött élünk mindannyian. Éjjel, hagyjon én, nem, de ki tisztessége szerint. A szomszéd pedig le jöjjön és nyalja ki. Ó, persze, fújtok rájuk, mint a pakzó macska fújja szentelt vízemet, a szomszédok példásan élnek. Hívésre méltó. Ahogy az az asszony csak az Úristennel törődik. És inkább köszönnétek meg neki szépen, hogy a szemeteket, hogy a szemeteken tartja a szemét. A látvány ellenére, mert félt benneteket az elkárhozástól. Még hogy félt, talán irigy a buzgó szent fazék. Tetszik tudni, mi volt kis csupor korában? Hogy folyton kútra járt, az nem kifejezés. Az több faszit fogott, mint templom kilincset, ameddig kellett neki. Még tüzes vágyai szét és összeaszván nem hűltek erényé, már elnézést kérek. Mondhatom szép, ha viharvert rózsánk rossz vatrantyúvá lesz, hopp, felfedezzük magunkban az apácát. Ha nekünk nem jut, ne jusson senki másnak se a földi jóból. Tökre egy női tártüf. De ezt tűröd menjen, sőt, tűrödre van, hogy egy ilyen szafrang engem lepofázzon. Nagyon a puttonyom teli van, véletek, én nem vagyok a halas kopátok drágám, és borbüvely legyek, ha még egyszer átlépem ezt a tűzet. Igaza van szegény magzatomnak. A korpa közt a disznók zaválják a gyöngyöt, vagy hogy a sok lúg, vagy hiába akartok összezavarni, vagy nem akartok összezavarni, akkor is egy a lényeg. Kár elétek szórni a mocskos szátokkal, fölettétek volna még szegény szülő apátokat is az utolsó cseppig, hogyha nem hívja ide ezt a százszor szent embert, kit az ég korbácsa küldött, úgymond, hogy tisztes szavával porolja ki pucér, pucérotok! Hiába röhögtök egymás hegyén sátán, igenis szodoma! És Tartuf jól tesz. Ha az Istenben való jámborságban és szeretetben tűzzel varssal írtsa ki a kiírtandókat. Egy bábel, egy fertő, sőt, mit akartam mondani? Maga meg mit röhög, maga ne röhögjön, ha meg dilinyós, akkor kezeltesse magát. Te a fiam pénzén, ahogy ez szokás ilyen körökben. Na. Agyé vas. Nem látjuk többé egymást.
Micsoda szipírtyőz? Szipírtyőz. Ne ilyen hangosan. Fogja és visszajön, képes meghallani, aztán földindulás. Ki tetszik kapni, hogy ő nem egy vénasszony. Ellenben Kleánt úr. Ellenben én? Hát, hogy nem teljes mértékben tetszik Kleánt úrnak sem fiatalnak lenni. Szépen mondott, hogy. Szóval öreg vagyok. Attól még persze nem muszáj hülyének is lenni. Ám már hülye vagyok. Már miért volna hülye? Mert fel nem foghatom, hogy mi a titka, hogy egy fürgeagyú derék parasztasszonyt újja fölé csavar ez a lupitártű. De annyira, hogy minden méltóságot eldob. Hogy járkál utána, imáról-imár a csápor neki, őrjön, keze után kapdos. Sőt, összevész érte életre, halálra egész családjával. Ilyen semmi orgonhoz képes. Nézze csak meg, az még rosszabb nála. Korábban próbált nem belekeveredni semmi, és valóban a hajaszára se görbült meg, maximum összekócolódott. Pedig volt az minden által cettig. Most meg királyhívő polgár, ki fülét lojális. Van becsülete, van pénze, szép családja. De mióta ez a tártűk belépett a képbe, én nem is tudom. Meghűlt már, bocsánat. Testvérnek hívja, és hogy legdrágább neki, elmondja százszor egy nap családja füle hallatára. Út babusgatja előttük Isten az atyám, mint nyocoljó macáját. Ülj az asztalfűre, tártűv testvér, mondja. És az böfög, röfög, mert elég böfögős. Urunk tapsol és egészségére kívánja. Egy szó, mint száz tökre belezúgott slusszfasz. Úgysük minden szavább, mint az Úr Jézusé. Beszépen mondott testvér, beigazad van. Tártűv meg a barátság égisze alatt hülyét csinál urunkból, futóbolondot. De mit részt kiszed belőle? Nem kifejezés. Csak hogy itt van ez a karfiol fütlőinc, ki urát majmolván a cselédség között buzgalmárkodik. Buzgalmárkodik. Papi, prédikácsol. Úgy tetszik szólni. Női holmink közt kutat. A múltkor egy, na hát egy intimebb darabban nem beleesett az imakönyv. Erre több begőzött, a száján kijött a hab. Ha én dugtam oda, mondta, ha a sátán, az teljesen mindegy. A dugás a döntő. Az ima szentségét ezzel meggyaláztam. Erre nem szép tépte? De, már mint hogy a bugyit. Örül legalább, hogy nem te kísérted ki. Úgy prédikált, alig lehetett rácsukni a kocsi ajtaját. Ja, megjött közben orgon. Futott fel a lépcsőn, a lábát majd kitörte. Persze rohantában észre sem vett minket. Jó, az anyját se. Senki. Vagy nem lepett meg. Mostanában. Mindegy. Megyek a szobámba, ott várom, ha kérdi. Addig kipihenem drága jó anyósomat. Dehogy, annyi időd nem lesz egy ilyen anyósot. Kevés rá egy. Előbb üdvözlöm, sógorom, nehogy megbánod. Ha épp úgy adódik, említs meg, bácsikám, húgomat, hogy mi lesz. Mikor lesz esküvő? Lemerem fogadni, tártüf az oka, hogy apánk halogatja, pedig ez nekem, sőt, nekünk kurva fontos. Hugom és Valér szeretik egymást, én pedig Valér hugát venném el. Érted? Hát, ha te tudsz még hatni rá. Itt a nagyságos úr. Mondja, Dori, mi újság? Ó, szervusz, Leant. Szevasz, bocsáss meg, egy percem van, rohanok. Hogy úgy van, kérlek? Nekem sincs több, csak egy perc. Maradj, Dori, maradj! Nem tehetek róla, oly nyughatlan vagyok, ha két nap nem vagyok. Meg kell érdeklődnöm, hogy minden rendben. Kérlek, Dori, beszélj, mi történt? Ez szerint tetszett már hallani, hogy ilyen izgatott. Tetszettem? Jézusom. Nem történt valami? Tegnap alkonyatkor rosszul lett asszonyunk. Feje fájt, émelget, magas láz verte le. És? És? Tártűf! Őt mond! Az baromi jól van, nem győzi a jólét keresztjét cipelni. Szegény. Na, asszonyunk fehér volt, mint a krétapor, és a szédülése véget kétszer is hány. Azt mondta, gondolni sem bír a vacsorára. És tártűf? Az bevacsorázott, ott a beteg előtt. Tehát meg se látta a hideg ürűcomtól, hogy közben kétszer is lavrot kért asszonyunk. Aztán még két foglyot is bevágott desszertnek. Szegény.
Vergődött az ágyán egész éjjel. Az űrcomb egy szentmetlen túl zsíros volt? Nem tártűz, asszonyunk vergődött a magas láztól. Nagyságot buzgonárja horpolt, mint egy ló. Szegény. Na, reggel felé eret vágatott, azóta hála Istennek kicsit megkönnyebbült. Tártűz? A rodai rosebb asszonyunkról beszélek, hogy mennyi vért vesztett. Bezzeg Tártűf, mondva, hogy vércsinás lelkét a bűnök elleni hadakozásban jól megacélozza. Bőreggeléhez bepuszít, vagy két pint vörös bort, már övint buzgalomból. Szegény. Na, summa-summöz jól vannak mind a ketten. Futok. Jelentem asszonyunknak, hogy milyen rettenetesen tetszett aggódni érte. Mond, nem tűnik fel, hogy hülyére vesz, Dori? És engedelmet kérem, nem is éppen ok nélkül. Hát elment az eszed. Csak ámulok orrban. Hát úgy beszél Tártűfről, mint egy szerelmes apród. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Oké, felszedted a templom lépcsőn, lelked rajta. Kivakartad a szarból, de hát azért mindennek van határa, úgyhogy kérlek, megállj! E mosdatlan beszédőt mélyen sértenék, különben is. Vaj, mit tudsz te róla? Semmit. Kővel dobálod őt, ki lágint a kenyér. Kenyér? Hülyéskedsz, Orbor? Jó, nem ismerem. De ha ő lenne maga a földre szálló... Nem lenne, hanem ő. És igenis földre szállt. És ha te fajta elmédnek szívében volna alázat, rajongnál te is érte. Mert egy megtestesült, hogy is mondjam, Ecce-Homo, aki fölött áll e világi gyarló észjárásunknak. Egy másik szféra, kérlek, hol minden a lélek, a test csupán egy kőzölgő salakzsák, egy kárhozatszatyor. Milyen szatyor? Kárhozat. Ha mondd ez neked valamit is. Nem vagyok hülye, hidd el. De minden mondata belül még megérint és megvilágosít. Szerint sugarának villámfénynél látom, mi fontos és mi nem. Az örök úton, mely az ég felé vezet. E szellem ízről ízre átjár engem is Kleant. Más emberré lettem által, aki el van hivatva, más horizontra néz. S a sok földi dologban már nem cicózand. E síralomvölgy csak dobbantulja neki. A hús csupán a lélek fals göngyölegje. A mit tudom én, anyám vagy feleségem, két gyermekem. Ezt csak most példának mondom. Ha e rút földi világból elhaláloznának, talán nem örülnék, de annyit se bánnám, mint kapcsot a ruhámon. Na, szép mondhatom. Ez volna hát az ember. Igen, kérlek, Lant, és nem ez, hanem ő. Ha láttad volna orcáján az elrégült mosolyt, ahogy a templomban koldusként buzgón térdepelt és imádkozott. Imádtad volna, mert nem ő szolgája súgta meg, hogy milyen szegény. Ő nem panaszkodott, sőt, nagyon is, sőt, adományom felét majdnem visszaadta. Uram! A felét ezennel hadd nyújtsam át önnek. De nem, mondtam. De igen, mondtam. De hogy is, mondtam. Ő belátván eltökéltségemet, az ominózus részt mind szétosztotta ott én előttem, hogy hozzá kétség ne férjen. És mióta a házamnál van szerencsém. Na pont erről van szó, mint hallottam azóta. Igen. Az életünk nagyon megváltozott. Szellem és erény hajléka lett a házam. A fennkölt ártatnak osztócsarnoka, mely zsinór mérték kőtáblába vésve. A hallanál, amint bármi helytelenség, erkölcsi orcán, bármicske pattanása sodrából kihozza, majd megértenél Kleon. Féltő gondoskodása mindünkre kisugárzik, kedves hugodra például. Tehát ő egy pillantásból látja, ha bárki illetlenül, más szóval férfiként néz rá. Az ember nem is hinné, még ő a féltékenyebb. Szent érzékenysége nem ismer határ. És mint Krisztus, az ostort úgy csatottatja ő nyelve ostorát a szeretet nevében. De azt ne hidd, hogy nem ég önnön magával a legszigorúbb. Mert az, rá felnéztem, mert már korvolnom kell. Tártűf! Miért bántod magad? Múltkor zokogott. Testét földre verte, ha újért küldött, megszagadta ruháját, mert imába merülve hangsúlyozva egy bolhát, önkéntelenül elnyomott magán, és azt kiáltozta, Uram, méltatlan vagyok Krisztus nevére, és ott vezekelt elédig. Majd zabált két pofára. Már megbocsáss, de vagy te vagy bolond, vagy engem nézel. Hamu és bolha! Még jó, hogy nem elefánt, mert ugyebár nagy az Isten állatkertje. Na tessék, tudhattam volna, hogy kibújik a zsákból a szabad gondolkodás szöge. Mert ti néktek
Nem szent semmi. Ti mindent lepocskondiáztok, ami szép és magasztos. Na tudod, ha ez szent, akkor legyek én csak pofán. Ha e majom magasztos, én magasztalan vagyok méghozzá büszkén. Orva, hogy vehetsz te felnőtt ember létedre így silány és vásárny maszlagot? Úgy. Maszlag? A hit? Igen? Nem. A hit nem. Csak ez az ingyen cirkusz, ami persze nincsen ingyen, mert az ilyeneknek általában megvan a magukhoz való esze. Nem tudom, mi a nagyobb gáz, ha hiszi mindezt, mert úgy csupán beteg, klinikai eset. Vagy nem hiszi, titkor röhög rajtad, horrible dictu nem ért is, csak ámul, hogy rusnya ülepét te orcaként nyalod. Ami a hitemet illeti, az magát. Bolhák és bolond polgárok hátán pálcaként az Úr nevét már megbocsál szép emberek. És ahol a hit álszent nyavaja törősdik, papsajtok és papok világi biznisze, ott én a józan észnek, és szememnek hiszem. Vagy úgy? Ülep a hit, nyavaja törősdik? Csak jól vigyázz el, hékám, a bokád meg ne üssen. Tudunk mi ám a máshogyan is beszélni. Van ám még orr, mely a kénkő bűzre kényes. Ha van, azt úgy látom, orgon, nem te hordod. Oké, megengedem. Létezik egy típus, amely képtelen a talmis, még hogy ordinári látszatot a valóságostól megkülönböztetni. Hamisat a hitelestől, vagy ha profánabb akarnék lenni, májától... Ki ne mond! E házban ki ne mond ilyesmit. Akármilyen nagy tudósnak, bölcsek kövének hiszed magad, mind így beszéltek. Megfellebbezhetetlenül, mosdatlanul, iróniával pótoljátok a semmit! Isten háza, család! És ti népek csak Rufi? Nekünk! A francba én csak magamról beszélek. Inkább te bújsz valami sértett, zavaros és roppant homályos többes száma sógor. De hagyjuk ezt a poléniát. Én tisztellek, becsülök. Ám ami a konkrét problémát... Szerintem én... konkrét probléma egy van itt, és az te vagy, úgyhogy fejezzük be. Várj még egy percet! Ha jól tudom, Valérnak szabadat adtad, hogy övé Marian keze senki másé. Szavamat fogjuk el, de hogy jön ez ide? Már az esküvő napját is kitűztétek. Mondjuk ki neki. Most kitűztétek, vagy nem? Mondan kitűztétek. Akkor minek halogatod? Talán? Meggondoltad talán magad? És van meg. Szabadat szeged? Nem arról van szó. Ha nem, semmi okod arra, hogy ne teljesítsd ígéretet. Attól függ, mi a teljesítés és hogy kinek a. Jaj, ne terelj! Balér kért meg rá, hogy kérdezzelek meg. Szegény Balér, hála Istenem, még ez is? Mit szűnik ez is? Felejj kérlek, mit mondhatok neki? Bármisért, mennem kell, van elég bajom. Orgon, tudnom kell, hogy mit forgatsz a fejedben. Miért kéne tudnod? Csak azt, ami helyes. Betartod szabad? Megyek, Lant, elhűj! Orgon, várj kérlek, cáfolj meg! Rosszat sejtek. Mi rossz, a ti félik meg. Az másnak éppen jó. Nem ti ugattok, hogy minden viszonylagos, akkor meg mi kéne? Megyek, Lant, elhűj! Elhűj! Rosszabb, mint ha kimondtad volna nyíltan. Szegény Valé. Gyere csak, Marian, gyere! Beszédem van veled! Jövök, papát, jövök. Van itt valaki, vagy mit keresel? Igen, éppen azt. Hogy van-e itt, vagy nincs? Valaki. Érted? Könnyű ám elbújni. Csupa alkalmas rejtek, fülkék, alkovok. Még azt hiányozna, hogy kihallgassanak. Ugyan, mi titkunk volna? Nem is, hogy titok, az ő szín előtt amúgy sincs semmi titkolni valunk. De ügyünk még lehet. Bizalmas, családi. És nyílt szívű se árt, ha kissé óvatos. Rendben. Megnyugodhatsz, lányom, magunk közt vagyunk, beszélhetünk, végre nincs itt senki. Én nyugodt vagyok.
Nyugodt? Tudod is te azt. Remélem, hogy nyugodt, szófogadó leány vagy, itt szerető atyád egész szívéből szeret. Egyet értesz? Na, nem, hogy egyet. Én is egész lágyi szívemből szerettem. Sohasem lehetek elég hálás neked. Úgy van. Illetőleg itt az alkalom, hogy... Hálás legyek? Úgy van. Engedelmességed lesz a hála, ha önszántadból teszed azt, amire kérlek. Azon vagyok, papácska, amit egy lágy az atyáját megtett, én megteszem. Jól van, jó. Ennek tárgyfünk is örül van. Tárgyfünk? Ne csodálkozz. Hisz családtag, már-már. Egyébként, mit szólsz ő hozzá? Már úgy értem, hogy primátén. Mármit? Gondold meg jól, mint beszélsz. Nos, hát én amennyire... Hát én nem tudhatom, hát azt látom, hogy a papácska mennyire szereti, és hát én jó lányként az atyán majd tartok. Helyes. Istennek tetsző válasz, Marian. Örvendez, ahogy örvendek én is. Hatódjon meg szíved, miként atyádé, hogy ezt a számára százszor kedves embert választotta leendő férjedül. Hogy kit? Hogy őt. Tártűföd. Ó, elpirultál. Ne szívesen. Papácskának tetszik ez a pír. Vehetem olyvá, hogy eltaláltam szűzi gusztusod. Ugye, hogy jó az ötlet? Jó. Jó. Ez képtelenség. Egy van a képtelenség. Hát magad mondtad az imént, hogy jó. Ha én szeretem, te sem érezhetsz másként. Hát te is érezd. Te is mondd azt, hogy jó. Ez olyan lesz, és a szülő atyától. Persze, papácskám, de hát ez mégiscsak olyan, amit... De hát... Hogy kényszerítesz ekkorát hazudnom? Ki kényszerít? Isten mentse meg attól, nem az ugye hazugság bűn. Ha nem érzed magadtól, érezd belülről, hogy szereted. Atyád erre kér. Igen, pontosan arra, mint én, hogy szeresd. De hát ez színlelés. Hát akkor ne színleld, tegyed őszintén. Dacárának, hogy nem igaz? Attól még igaz, hogy dacára. Az az igaz, hogy apád kér és punktum. És te ezt kéred? Igen, ezt. És mától fogva Tártűv családilag tagunk lesz. Nekem vejem, neked pedig hitvesen, kit oltár elé mit keresel itt, mit ütött bel azt a szemtelen orvos szemétet létedre? A házvezetőnő, hogy messze ne menjek. Minimum komorna. Én most teljesen pap vagyok, uram. Pedig hallottam eddig is, hogy készül valami kapitális biztonság, de csak nevettem. Ugyan hol élünk, Gordon úr, nem egy zsarnok. Zsarnok? Én? Aztán miért szabad kérdeznem? Egy tiszta gondolat, egy tiszta férfiú, ki keresztény leány. Tiszta, micsoda. Tovább se tessék mondani, én úgyse hiszem. Majd teszek róla, hogy elhitte Lifirc. 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 Hogy én Lifirc. Ah, vagy úgy, hála Isten, hülyéskedni tetszett. Nem mondom, jó vicc volt, már majdnem elhittem. Te hülye veszem. De hogy uram, sőt, én imádom a viccel, Marian, te is nevesen. Ő csak ne nevesen, én abszolút nincs semmi nevetni való. Még hogy nincs, de hát egy ilyen ötlet, uram, más nem lehet. Csak kusva mondom, tessék hinni egy apaszalának. Jó, hát itt szegény van nagyon muszáj, de még nagyobb a baj, uram, ha ez nem bíg. Aztán miért nagyobb baj, te észkombány, Nina? Észkombány, Nina. Hát mert egy ritka jó becsületes ember, akinek ezzel csak már meg ne haragudjon, elmennek otthonról. Már úgy érted, hogy nekem? Jobban mondod, hogy én? Hát komolyan mondom, mindennek van határa. Hajszára így van, én is komolyan beszélek. És föl nem bírom fogni, hogy juthat eszébe ilyen biztonság, hogy szeretett lányát egy vallási tévonyúthoz kényszeríti. De mondjuk szent ez az innen nézve mindegy. Nem, nem mindegy szenthez. Ha meg annyira szent, ha annyira fullig Jézus vőlegénye és csak az éggel hár, akkor mi a lófű dolga van a násztal, hogy csúnyán nem mondjam? Mindegy, egyik férfi, mint a másik, hanem a házasság. Csak nem az úr pénze a legfő csáverő. Föl nem foghatom egy gazdag józan polgár, miért földön futó kordust választ fejnek? Hogy miért? Tehát pont azért. De jó, nincs semmilyen. De ez a nincs talánség a lélek gazdagságából fakad. Ki folyton azt és oszt, az nem szózatú. Nem durva gond, sokkal inkább dicséretet érdemel. Tessék felnézni rá. Leszik felnézés mindjárt, amit mondhatok. Vagyon világi hívság mindig terhére volt a jámbor léleknek. Tehát csoda el, hogy a kisemmizésnek nem volt vége hosszabb.
miképpen nékem azt könnyen között mesél. Hát, és ezt hagytad? Hagytam, testvérem, hadjusson másnak is rebegte. Mert nem álmodj egy senki, hanem patinás nemesi család sarja. Sarja, benne toljak és eltetszik inni. Azt, ha mondom, azt látni. Származásomtól az állatok leesne, testvérem, mondja a fülem hallatára napjában többször is. Ó, a kis ibolya. Aztán hogy fér össze ennyi szerénységgel, egy nadrágba, ennyi kóros nagyravágyás? Ha ő csak ott fönn szeretne üdvözülni, akkor mi végre itt rang, nő, s más földi hívság? Mindegy, így van ez. Még szél van, kerül szélhám, nem is érdekelne. Ha egy borostyányit, egy kicsit legalább, mint férfi, lenne valamilyen. Ja, nem minden a férfi. De azért nem semmi, az agyam elhagyom. Nincs ember, ki a lányát egy ilyen takonyhoz feleségül kényszerítené. Ha csak nem a véget, ha tetszik érteni, hogy mire célozom. De ne tetszél, mert ha én megcélozzak, akkor... Akkor tessék szíves fölébredni végre, és észrevenni, hogy mire is készül. Lánya minden napja, minden perce, minden éjjel merőet hányéker legyen. Ezt akarja a szerető apa, vagy a kútbaugrás. Jobb esetben egy nagy ékes felszarvazás, mert nem nyilván tovább, az a vége úgyis. A szegény lány másért hol keres vigasztalást, mondjuk egy helyes, hozzáillő, tám Valér nevű fiatal embernél. Előfordulhat nem, de akkor aztán mi van? Botrány, kitagadás, zajos dörgedelmek az üllött időkről. Holott ki az üllött? Holott ki a bűnös? Tessék csak elvinni nekem, nem kis százalékban, apák sarazni, lányok pöttyözendik. Pöttyözendik. Pöttyözendik? Jó, mármint úgy értem, hogy... Tudom, hogy érte! Majd pont te fogsz kiokatni a nagyanyagdal! Mindegy, csak kitanuljon, mert rátetszik férni az úrra a lesz. Majd jó, most már elégedne, Dori! Parancsára. Mit hogy parancsára? Hát, hogy előtt legyen. Hát, jó van. Marian! Remélem, nem értetted félre ezt a kockodást, ezt a fölforgatást. Család, ezt kérdem én, ahogy Respublika! Hát megbocsássatok, de én vagyok az apja, csak akinek én vagyok az apja, én tudom, mi kell nekem a legjobban, vagy mi nem kell. Valér például, kislányok, az nem kell. Hát én úgy tudom, hogy... Jó. Volt egy ígéret. De az nem számít, ha magas vagy szempont van. Azonnal eldobom magam, mihez képest? Ahhoz képest, hogy kártyafüggő szenvedélyletnek, vallásilag, meg épp ellenkezőleg, Misének a Valért még sose láttam. Talán mert máshol jár, ez aztán szempont. Igen, szempont ellenben nézd a tártyafüggő. Micsoda lelki gazdagság. Hit élet, hogy számolatlanul lábad elé terít majd. Az Úrban fogtok egyesülni. A lankadatlan. Forró. Fele baráti szeretetben. Akarod ő, ugye? Akarjad. Önként. Jó szándékból. Jobb lesz úgy mindkettőtöknek. Önként akár a kéz és láttörés. De Hessinen, ne szólj bele, hogy segítesz. Legtöbb szándékát olykor egy lány, hatja kalauza nélkül föl sem ismeri. Ó, bár csak ne bírnám úgy a lányát s magát. Hát ne bírjál te, hát nem vagyok rátszolódva. De mi? És nem tűröm, hogy kiröpögjék, hogy egy ilyen köcsök, egy varjú papagáj, egy szemforgatonc, ágyába tuszkolva lányát ráadásul még a szélére is üljön, mintha az Úr trónusára. Szálljad önne! És a kesek gyertyáját még fogja is meg. Mi bakar, még kibokozza ki még? Na, szép mondhatom, a jámbor ember ütver. Ezen túl meg se szólalok. Ajánl is. Hát följön csak magamba. Na, megmondtam? Maria. Szóval. Ott tartottunk, hogy? Lehet, hogy kezdetben a külseje mi egymást, tehát nem pont vonzanak. Mert igenis, hogy a belpecs, nem pedig a külcsíny, még ha egyre meg kisasszonyok tán. Szóltam? Nem szóltam. Na, szóval, addig jó. Ott tartottunk, hogy? Elő vagy utóbb? Meg fogjátok kedvelni egymást? Igen. Hát én lepetézek, Marian. Ilyen egy teljetök teremtés nem látott a világ. Na, engem magához nem kényszerítene maga a római pápa se angyalom. Adnék én neki olyan nász éjszakát, hogy ami nadrágot hoz, azt megkeserülnék. Mit mondtál? Én, uram, csak magamban beszélek. És ha ez kialacít, néha az csak azért lehet, mert mindjárt felrobbanok. De én mindjárt fejbe váglak. Miért ebben válaszolt, hallod? Megtetszett tiltani. Nem, te értem, Dori, te értem, Marian, azt a teremtés itt lesz itt rendben. Rögtön megparancsolom, hogy mire visszajövök. Szeress bele, lányom, tártűnbe, rendben. Fel! Itt! Nagyon várok! Rögtön berossálok. Mondta meg még múltál. Éppen kitakarnak félhez adni engem? Hogy hagyhatsz szó nélkül egy ilyen mocsadék ötletet, Marian?
ha kés alá viszik a nyúlissikomban, és nem ül a fűbe, mint egy szar, nem igaz? Ja, egyszer ő dönt, és ennyire akarja. És ha úgy akarná, akkor te kutba ugranál? Hát kutba inkább. De mit mondtam volna? Azt, ami van, más szeret, és legyen szíves a család, ne a másik fejével verje, érzelmével. És bújjon bárki vágyába ő. Apám olyan bölcs, nyilván tudja. Nem tudja. Meghűlött. Hályog van a szemén, rá kell döbbenteni. Arról meg nem beszél, hogyha jól tudom, te úszol a mennyasszony, vagy itt megkért Valér. De ha kiszerettél belőle, akkor... Soha, Dorin, soha. Hiszen, ha, hogy is mondhatsz ilyet? Hát, tudod, hogy ilyen Valér mennyire? Mennyire, mi? Szeretni több, mint nyavalgyás, meg éves holdra sóhaj nyár éjszakán. Akarod, hogy ő legyen a férjed? Na, jobban, mint bármit. És Valér is ezt akarja? Szentül hiszem. Na, és a másik esküvő? Megkérdez, bár ő inkább a halál. Mm. Hogy ez nekem nem jutott eszembe. Apámmal szemben kussolunk, azt meghalunk. Anélkül, hogy egyszer kinyitnánk a számot. Jól van, Dori, most inkább sajnálná. Sajnálné, rúgd a Julibát. Jól van, na, inkább azt mondjuk, hogy akkor mit tegyek gyöngel állnétemre. Amúgy meg nem Valér a pasi? Hát szóljunk Valér, aki dumálja meg apámmal. Helyette, az remek. És még ő kidult. Ahelyett, hogy annyit mondaná apának, hogy bocsika, de ezt nem. És inkább tartsa be az adott szavát fejtve Valérnek, ígért, adjon Valérnak, hisz őt szeretett. Punktum. Azt hiszed, hogy olyan könnyű szembeszek volni apámmal és bevallani neki, hogy én és Valér? Na, megbocsát, Zsori, de én szemérmesebb alkat vagyok nálad és engedelmesebb. Tudod, hogy apám imád. Pont egy forró szeretettel. Szeretett? Egy nagy szar. Aki így szeret, az nem akar. Az birtokos, az kerítő, kényúr. Ne bántsál. De bántom, térjen végre érted azért. Gondolom meg. Eddig mindig a javamra tett. És ha döntött bölcsen, megfordultam döntött. Akkor ne figyeljek, ha hinni nem is. Hinek higgyél, drága csillagom, hát higgyél neki. A mindenben bölcs, apád biztos bölcs ebben is. Ő jobban tudja, hogy nekit szeretsz. Tárti, falnoktak, meg lett mondva, jó parti. Származásától az állat le fog esni. Szidolozhatod neki a glóriáját, amit zavál. Bolhát fog, elhamuzgat, és két gyónás közt az úrban egyesültök. Egészséged rángalom, ha ezt akarod, ezt látom. Jó van, Dori, most már hagyd abba, de akkor most mit csinálja? Mondja, miért a neme? Hogyan, de hogy igaza van a fádnak. Ennél rosszabbat is kitalálhatott volna. Konkrét majmok, nem? Jól van, na, elég legyen. Inkább... tanácsot adnál. Személyzet vagyok, hallottad, nem tanácsadó. Jaj, felnevetnál. Legjobb barátom nélkül mire mennék? Félhessed meg a szép tártűfőd, az kala. Mit mondtál? Az apám? Tártűfőz? Mariatt? Tudod, mikor vagyok? Tudod, mikor vagy egy ilyenhez? Nem elég, hogy itt van! Itt lakik, rongyja a levegőt, dirigál! Beszarok! Most még a hugom is! Hát leszáll az agyam. Én a többjét fogom! Kérlek, ne fogd a misz. Mi az, hogy ne? Az, hogy nyugodjál le, kérlek. Lehet, hogy csak egy kósza ötlet. Akkor is micsoda beteg ötlet? Hát tényleg elvette apán keszét az ég? Elvette, visszaadja, ismered milyen. Apád is csak ember, mond egy hülyeséget, aztán szégyenében nem, hogy visszaszív rá, de fújja, szítja, fesz, mint már elviszi. Nem kell komolyan venni. Mi az, hogy nem kell? Egy ilyen fanyerű legyen a hugom férje, sose tudod? Hol van? Csak hagyd az apádat. Itt az apám, az a rohadalom hol van? Na, tehát hogy pláne hagyd békén, mindent elrontasz, hogyha botrány csinálsz. Csak hadd beszéljen vele a mostoha anyád. Ez az imagunár úgy oda van érte, hogy a kedvéértán visszalép a Fritttől. Azt mondjam, épp most készül beszélni vele, és kell adba veti minden befolyását. Mit kell adba veti? Szétrúgni a segít? Na látom, pont ezért jobb lesz, hogyha eltűnsz. Nem hagyom magára egy ilyen alakkal. Na, ez mire gondolsz, hogy tárgyalat te meg? Elbújjok, aggódj! És a legrosszabb kollégt elő is fel! Állj, maradjál már!
Köszönöm, Korbács, hogy üflegelhettem magamat által. Áldjon meg érte, ami malasztal teljes mennyei atyánk. Amen. Dicsértessék az Úrnak, helyet foglalni, az asszonyom azonnal itt lesz. Azt ott. A legalázatosabb nyomatékkal kérem. Vigye innen, lányom, hogyha velem beszél, vagy födje be. Dekoltást. Azt, igen, födje be. A keblét kérem tisztelettel. Azt. Igen. Vagy strandra tetszik? Hogy rosszabbat nem mondja? Szép, mondhatom, hogy ennyitől felizgul, és csak ezektől, ha szabad kérdeznem, ahogy minden cicit, azaz kellett leszokott keszkedőzni a rettentő bűvöletében. Hát, amilyen fölizgulós. Na, tőlem állhatna itt egyszer csóré, mesztelen próbálhatná, amilyen van. Tűz Máriára mondom, rá se pődörni. Elég, te szodom a leánya. A szárnyat befogad. A legnyomatékosabb tiszteltel kérek. Másként magam leendek kénytelen kínni. Megyek. Leengyen csak az Úr maradni. Az asszonyom üzeni, hogy várjon egy kicsit. Ó, lengyeli. Minő szent érzés várni rá. Hát csak várjon. Készítheti a keszkenőjét. Mit mondtál célra? Alá szolgálja annyit. Beörvendek, asszonyom, hogy a mi Urunk áldassék malasztal, szemmel láthatóan meghallgatanta az én gyarló imámat is, picúrtát megrendült egészséget tárgyában. Szabad remélnem, hogy már nem gyöngélkedik. Köszönöm a kérdését, egészen jól vagyok. Pardon! Először is, nagyságos asszonyom, szabadhassak puszta szemmel nézni önt. Parancsoljon. Parancsol. Hát mi volna egy kérdő, hogy parancsoljak? Parancs, ha van, az nálam hatalmasabb és mélyebb és sötétebb. Kölcsönös. Kölcsönös. Kölcsönös, mi szép szó, mi szent. A kárhacsé, a nő. Belédobog minden tagom még a gondolatba is. Úgy értem, én is kérni, azaz kérdezni szeretnék. Egy szó se többet, már is teljesítve. Lekötelez, de előtt talán foglaljunk helyet. Ne fáradjon, asszonyom. Én nem szoktam csak úgy leírni. A magamfajta férfi vagy röpül, vagy térd. A lelkem röpül, ha önt tekinti ájerének, asszonyom. És gyarló testemet, engedje térdre hullani ön előttek, imád. Igazán lekötelezem, hogy ne fáradjon.
Nagyon bizalmas ügyben fordulok önhöz, és rögtön meg kell mondjam, hogy kínos lenne, ha erről bármi is férjen fülébe. A sírból nemzetsvied el. Nem hallgat így a szó. Remélem, megérti, hogy miért akartam önnel. Megértem, nagyon is megértem, ha szabad édes szavába vágnom. Én sem óhajtanék mást forróban, csak egy édes kettest önnel sem megadál az élet. Felforgat imány szemérme epedáját. Megperzselték végre. És most itt ül vele. Hát, igen. Nagyon kedves. Az az igazság, hogy zavarban is vagyok, és bár kettőnk viszonya momentán alig ha jogosít fel ennyi bizalmasságra, én talán szokatlanul és szemérmetlenül teljes őszinteséget kérek öntől. Uram, tegye a szívére a... Az enyémre. Kezét. És vallja meg nekem, megvallom. Hogy... Nem bírom tovább. Hol kezdjem? Lehet, hogy ön engem túlzott szigorom után ítélt meg, s el kicsit. Hogy a roppant hevületnek, amelyel udvarlóit a sok koshatú kandi ficsúrra gondolok, hogy miért voltam velük oly engesztelhetetlen annak csupán egy, csak egy ok. Hogy aggódott üdvösségemért? Nagyon is aggódtam, ha értem. Mit nem csinál, uram? Mutatom, mennyire aggódtam, kérem, s aggódom. Ezért fogja térdem? Aggodalomból? Ezért. De nem emiatt. Még izgató csipkével fedlék keblei. Elkendőztük be még lángolóbb szemérre. Mit nem mond? És te ezt na hallja el a kezekkel! Ha elvált, el. Jó. Súcs le, atyám. A te bűnös sóvár fiad ujjaira. Önállósulnak olykor. Nem bírok velük. Kis motoszok. S nélkülem járják az erény útját. Ilyenkor a legjobb imára kulcsolom őket. Abból talán nem lehet baj. És így esett ez meg a bocsánatáért. Na lám, miből lesz a cserebogár? Legalább tudom, hogy miért imádkozik folyton. A szent ember, hát nem mondom, meg vagyok lepve. De megbocsájtok. Köszönöm. Feltéve, hogyha a következő kérdésemre lelke legmélyéből, de mint a gyóntatójának oly őszintén válaszol. Igaz, hogy a férjem Tartuff úrhoz adná leányát? Szóval, hogy ön és Marián... Csak Marián, és én. Szóval finom tapintat. Ne tartson ettől, asszony. Ha volt is rólunk köztünk szó erről, és hogy utána igent mondtam, az csupán azért van, hogy férjét, a drága embert meg ne bántsa. Orgon barátom kisé, ne értsen félre. Roppant nagy lélek, ti folyton adakoznak. Ne tedd ezt velem, mondom, így csillapítom. És itt de hát érti, drágám, hogy Marian és én, ugyan. Marian gyermek, és ez gyermeteg ötlet. Istennek legyen hála, akkor ez azt jelenti, hogy... Azt jelenti, hogy másért dobog szívem forró vágya. Értem, az égi boldogság felé... Egy más felé. Személy, egy dús, egy érett... Dús? Tartuff úr, de hát ön... Miért mindig tehát én, drágám? Miért mindig tehát? Én sem vagyok fából, és összefér az éggel a tiszta férfiúság rögt talaján álló vágyteli sóvárkán.
Ha egy személyben testesül meg, az az ég egy himnikus, vonzó megtestesülésben, amelyben kedvetelnénk a mindenhatónknak is az örök nőiben, mely szárként emel. És mivel azt kérte, hogy mint gyóntatójához oly őszinte legyek, ezért hát megvallom epedetemet. És a kezébe teszem a sors. Széna vagy szalma? Menj! Avagy pok! Úgy értsem, hogy... Nézz oda, Tartuff úr! Mit adadás? Ez egy komplett szerelmi vallomás. Himnikus, meg széna! Ha nem hiszek a fülemnek. Hogy fér ez össze a Tartuff úr hitével? Az engesztelhetetlen hitbuzgalommal, amit ön éjjel-nappal gyakorolni látszik. Jól összefér, ne féljed tőle, kis csacsi. Ami összetartozik, az az úrban össze is fér, ha összetesszük forró orzónk és pipét. Miattad érzem így magam? Vonz minden szabad, minden kis hajlatot. Érzékeimet tajtékig felcsigázza. De tisztelt uram, ez mégse kupleráj! Milyen szép a szádból a szó, hogy kupleráj! Mondja, ilyen cuccus! Hogy, hogy cuccus? Nem túl óvatlan? Mégiscsak férjes asszony vagyok. A férjnek ráadásul ön... Barátja! Sőt, legjobb barátja. De Orgon barátomtól nem kell tartanunk. Kapitális nagygyermekőké mostanában ideákkal golyózik, és mindent elhisz, és a hitében bízhatunk. És bízhatsz bennem is, én nem fogok mindent kifecsegni, mint egy ilyen tamiszféle nyál, csortbatton, kubi. Kikürtölni a kejhet, melyel áldozunk, ezt én tűzzel vasom. Mélyen elítélem. A kis evényedre érdekem vigyázni. Titkos csipkéjeként legfőbb pályaidnak. Szent erények fölött még inkább örködöm. Még inkább örködik. Még inkább, mint tegnap. Csak semmi bonyodalom. Ezt mondom mindig. Diszkréció. Egyenlő. Problémátlan gyöpör. Olyan? Ezt mondja mindig. Ó, hát ez derék. És ő mit mond, hogyha megyek, és férjemnek elmesélem, hogy mire vetemedett kiváló barátja, nagy erécsősz? Ön nem fog elmesélni semmit. Ön ehhez túlságosan okos és túl kihívó. Hogy én kihívó? Magunk közt szólva sajnos. Persze, Orgon barátom a bánatát ki nem mutatná, hisz férfi ő, ki néma, mint a kőszál. De azért belül bántja, én vigasztalom, én adok neki tanácsot, tanács. Na de, asszonyom, mit mondjak neki, hiszen ön velem is oly nőileg bánt, hogy megmondva az őszintét, elpattant a húrom. Hogy mit nem érészel? Igen, elpattant. Én sem vagyok fából, és a kedves kérdésére válaszolva, hogy mit mondanék neki, ha... Azt mondanám, hogy rút bűnös vagyok, Orgon barátom. Sőt, testvérem a bűnben. De hát érts meg engem is, hisz téged is elragadna, elcsábítana az enyhén, és picurkát
felkínál szerelmi alkalom. Ezt mondanám, ha, de nem kerülhet rá sor. Nézzenek oda, de nagyon biztos benne. Hát azt majd még meglátjuk. Tehát tényleg nem kerül rá sor. Talán, hogyha jó fiú lesz társul. Ha nekem itt és most szentül megígéri, hogy Márián semmiképp nem veszi nőül. Sőt, közben jár férjemnél, hogy lánya Frigyét Valérral tovább ne halogassa. Milyen szép ön. Hogy így alkudozik, szemérmét levetve. Az édes kis kufán, orcája pirban ég. Kíváncsi lennék, hol nyílnak még ilyen apró, forró, piros korszacskák, mely test tájai, de csít. Csít. Ha közben járok, mit kapok? Vagy hogy nyílás. Mondtam, mert forró valomás köztünk marad. Kevés, ha önt meg nem kaphatom. Az ön neszére így felel, hoci. Ogyan? Hoci. Na, elmi a vágmány pofán? Ramis. Még hogy hoci nesze? Mit képzeled? Most nem vagy te hoci. Te szájba baszomány! Szájba baszomány! Azon fogtalak, hogy mostoha anyámat készültél meggyalázni szegény apánk háta mögött. Ez a tiszta tényálladék. Vagy tiszta tényigazság. Egy komplett viszmajor! És ez nekem minden bíróság elhiszi, mint a pinty. Csak az apám nem attól fél. Az az egyetlen szerencsénk, hogy itt voltál Elmira. Illetve itt vagy szemtanúnak. De ez csak elég lesz. Kettőnkkel szemben még egy töményes furmány se tagadhat le mindent. Persze, Damis. Illetve bizonyos fogik. Miért terhelnénk egy ilyen semmiséggel? Apád amúgy is, szóval tele van gondol. Másrésztről, egy kissé az az érzésem, hogy a dolgot te túldimenzionálod. Túl? Micsoda? Egy újjal hozzá nem értem. Még jó. Hát ellenben ez te hozzád nagyon is. Persze, de normális nő fel sem veszi az ilyesmit. Hát neved rajta. Érted, Damis? Minek a férjét belekeverni? A botrány mindent eltorzít és felnagyít. Bolhából miért is csinálnánk elefántot? Bolhából? De hát én itt lapultam végig! De eléggé nem szép. És aztán szép, ami itt történt? Szó sincs ilyesmiről. Olyasmiről. Nem történt semmi. Tártyúf úr megígérte, hogy közben jár, ha mi nem csinálunk ügyet. Hát ki, hogy mi? Csezd meg! Te csak mizzél a magad nevében! Te nem csinálsz botrányt! Nem, nem! Te dolgod, a te férjed, a te! Micsodád? De én bizony, hogy nagy balhét csinálok. Ne gondoljad, hogy nem. Ilyen alkalom mikor kínálkozik kitörni a nyakát? Hát itt van. Rajta kaptam. És most megfizetek a sok szivatásért, hogy tönkretett mindent. Marian szerelmét Valérral, téged is majdnem meggyalázott. És közben nyomatta az ájtatos dumát, lejmolta apánkat. A saját házunkban, Lábújhegyen élünk. De ennek most vége. Letetszettünk bukni. A tisztelt tárpifúr. Hát nézzek, hogy lapít most. Imádkozom. Feloldozlak, fiam, előre! Pusolját, te görénykölni! Csak azért nem merem szégyen a pofádat, nehogy apám előtt ne tudjál beszélni. Nézd, Damis, az ember esendő. Azt csesz meg, én meg pláne esendő vagyok, úgyhogy nagyon fogom élvezni a bosszút. Hallgassam, Damis, ne vidd túlzásra. Gyere. Pont jókor jössz. Történt itt valami, kedves édesapám. A te házi szented és imabubusod, az erény barátja, épp most vallott szerelmet Elmirának. És nem csupán szóval, kérlek, már megbocsáss, de tettel is, hajjaj! Hogy úgy mondjam,
nem épp imádkozott a két kezével. Itt voltam. El voltam bújva végig, és láttam mindent. Ugyan már. Legalábbis láttam pont eleget, sőt, kénytelen voltam közbelépni. Nehogy a szegény Elmirát, ez a bika hernyó még meg is... Szóval, hogy meg ne történhessen az úgynevezett jóvá tehetetlen. Győződj meg róla. Tessék, apám, mi kell még? Kis ilyen inflagranti, van két szemtanú. Végre beláthatod. Minden jóságodért, hiszékenységedért egy nagy szarva a hála. Elég már, Tamisz. Elmira. Ne parázzál. Nincsen mitől tarts most már. Megvédünk, ne félj. Apám, meg kell, hogy mondjam, amilyen finom lélek becsesmelyed, legszívesebben eltitkolná előledem a sajnálatos történteket, egyrészt ugye szégyenében, másrészt, hogy megkíméljen téged a fájdalomtól, de én, de te... Ugyan már normális nő rá se ránt az ilyesmire, nem hogy férjéhez szaladna. Teljesen fölösleges volt ebből ügyet csinálnod, Tamisz. Végső soron nem történt olyasmi. Mi ilyesmi, Elmira? Olyasmi! Ami ennyi szóra érdemes. És most engedelmet magatokra hagylak. Mit beszélsz? Tartok, semmit se értek. Ne egy kétségben hallod, mondd, hogy nem igaz. Nyilván igaz. A derék és erkölcsileg roppant fethetetlen fiat így látta, így van, nem vitatkozom. De profundis clavami te domine. A mélységekből kiáltok hozzád, uram. Rúd bűnös vagyok, tékozló fejemre szórjatok hamut. Ítéljetek felettem, stb. Csak mondd, hogy nem úgy volt. Hisz láttam, hogy így volt. Hallottam, hogy úgy volt. De én tőled akarom hallani. Mondd, hogy Koholmány, másképp nem tudom, hogy mit higgyek, kinek higgyek. Nem tudod, hogy mit higgy és kinek higgy. Már értem a céltást. Ha nem hiszel nekem, ha megrendült a belém vetett bizalmad, akkor... De hogy tártuk, én csak... Te csak célozgatsz, gyanakszol, szöröksz a harasztal, de jól van, ahogy van. De hogy van, Tártuf? Hogy van? Hogy van, Tártuf? Hogy van, Tártuf? Hogy van, Tártuf? Hogy? Ez így hogy van? Úgy van jól, ahogy van, a sas nem fog legyet. Vagyis van? Mindegy. Úgy sem érted. Te csak tedd a dolgod, mint nejed férje, se fiúgyermek atya. Ne habozz! Sújts le barátod porban fetrengő korpuszára, nem vitatkozok és nem magyarázkodok. Felkészültem az előzetetésre, és akármilyen rosszul is érzem magam. Lesz még erőm ebből hüvelyt magammal vonszolandanom, ha vonszolandanom. Rosszul vagy, Tártuf! Látod te, mi vagy, mit műveltél? Én, apám. Én? Ő mit csinál? Mi ez a kibaszott ripacséria? Elhallgass őt! Nyomatékosan kérlek. Hadd beszéljen. Hát miért velem törődsz? Ő a fiad, nem én. Miért ne? Mondja csak. Ő látta, amit látott. És hát, ha úgy van, ahogy elbeszéli, miért ne? Lehet, hogy rútul becsapta. És csak belém láttad mindaba erényt, amit most hadd ne sorolja. Kénőszű és buja a látszat. Hát az vagyok. Nyilván, ha túlfült képzelete szemüvegén át, ez éles szem és okos elme így látta. Beszélj, Damis, nyugodtan!
hisz senki más nem bűnösít, csupán én. Senki más nem gyarló, csak én, sőt, gyilkos, sőt. Az egyetlen bűnöm az, hogy nem vitatkozok. Nézd meg, dobálod kővel, meg most is csak óvna. Nincs szíved, te ballator! Ballator. Abban, hogy hihetsz egy ilyen röhelyes színjátéknak? Mondd meg! Hova tetted az... a szemed, a józan eszed, könyörgök, most az egyszer! Fogod a pofád, te! Hát ki vagy te, hogy kirúgtasd az apádat? Hát mit tettél le az asztalra, te kukkoló? Hát hogy veszed a bátorságot? Megvádol meg ilyen! No, szóval Tártyúf, ide akkor most... csak nyugodtan, semmi baj, Orgon Marásom, semmi is. Küldjek vízért? Nem. Könyörgök, bocsáss meg neki! Ha ő meghal nekem, én agyon belettetök! Nézd meg, te ezt az embert sároznád be, mit állsz ott? Szabad vízért, vagy orvos, hozassak mégis csak apám! Semmi apám! Nem vagy a fiam többi, ha térden állva nem kéred a bocsánatát! Mi, hogy én, te viccelsz! Hagyd őt! Ha neki magától nem jut az eszébe, de mindjárt eszébe jut a büdös kics úrnak! Gyerünk, letérdez! És mindenki letérd rám! Asszony, kölyök. Leállj, repet sarkú cseléd és mától rend lesz ebben a kurvákup, leállj! Bocsáss meg testvérem, de vértolulásom kihozza belőlem az obcént. Ha ők így, én is így. Ha nekik nem kell a szelíd szeretet, a kontempláció, a helyes út szép szóval, hát kelljen korbáccsal! Orgon barátom, ne vesd el a súlykot, bár az írásban is az áll, hogy súlyok alatt nő a bár. Ezek többé nem súlyok nekem. Dud, gyom! Mert látom én nadát, hogy összeesküszik, és semmi sem drága nékik, hogy alantast tervét elérvén a házomból kiűzöl téged, barátom. De pofára fognak esni. Félek, hogy te leszel azok. Elragass! Tudd meg. E perctől fogva itt marad ez a szenvedő nagy ember, akit itt látsz. Sőt, a sógorod lesz. Mert még ma eljegyzi Mariant, és méghozzá ma este, és dögöljetek meg. Kis híján megdobja a feleségedet, erre te hozzákényszeríted a lányod. Gratulálok. De méltó vagy a barátodhoz. Nem, nem vagyok méltód! De, illetve de, illetve takarodj! Orgon. Testvérem, a korbácsot, adj el a korbácsot. Te cenk, te kis kufár, most kiverlek innét. Ne félj, megyek magamtól. Sajnálok, apám. Te sajnálsz? Mi? Sajnálsz? Hát én meg kitagadlak! Te tettől fogva egy koldus vagy, egy nincstelen! Na? Mit szólsz? Na? Na? Hát ez azért túlzás. Ezt nem kellett volna. Sőt, a viszály lisztje a viszályára sült el. Jól jegyez meg egy bölcs négyi mondást, barátok. Az itt elszenvedettek hatására velem bármit történne, hidd el, barátom, én téged akkor. A szent szűz könnyére kérlek, bocsáss meg neki. Nem mondj ilyet, Tártyúf, ha veled bármi is, én esküszöm agyon verem. De most már kérlek, nyugodj meg. Nyugodj le, Tartyúf, én hadd sajogjak önsebembe, mint a só egy kicsit még, aztán engedelmeddel megyek, szerint mocsóimat össze kell készítenem. Ugyan? Miért, Tártyúf, kérlek, ne viccelj? Hát engem itt nem szeretnek. Kullancsaik nyilával lassú mérdiket, addig fecselik túlságos vajszívedbe, míg magad is megérkeződsz. Na hát rendben, ők a családod, köztük a helye, stb. Semmi stb. Ditán fiam vágya célt ér. Na hát az övé talán nem, de tudhatom, hogy nejednek mit okozott ez, széna, szalma. Ugyan nem ocskolálni hallottad, hogy sehogy? Na de hát Tamis szét fog kürtölni mindent, és így nejeddel jó híred érdekében egy fedél alatt, hogy maradhatod. Maradt Tártyúf, könyörgöm, nem élet túl elmény? Ó, zsarolsz. Tudod, hogy gyengém.
hogy nem tudok ellenállni a szeretetnek, mert egy bőséges sugárban omlik rám, de rendben van, mártíriumra születtem. Dacára, hogy a családtagjaid már lóbálják a kanalat, amelyben megfojtanám. Milyen kanál? Majd adok ilyenik kanalak. Ki kardot ránt, barátom, kard által vész el. Te csak ne félj, majd én kiverem a kezük. Jó, hát szolgálni születtem. Ha ennyire kívánod, legyen meg az Úr akarata, maradok. Majd meghúzom magam lakrészem mélyén, és lejető nagyságát igyekszem elkerülni, bár a plegyka húg hidrája szájára kapja úgyis, sőt, kettőnket, Orgon barátom, nem lehet, hogy mégis. Nem, megígérted, és semmi meghúzódás, azt akarom, hogy együtt légy nejemmel éjjel-nappal demonstratíve. A sok plegykást tudok meg jöjjön is. Ki nem mond? Bocsáss meg testvérem, fel vagyok indulva. Orgon barátom, nem sok ennyi jóság? Sok tán a barátság, a bizalom, nem sok. Sőt, hogy végképp megüsse őket a buta, úgy döntöttem, hogy minden vagyonomat rád iratom. Orgon barátom, meggondoltad ezt? Nagyon is meg. Hisz mindenkünk mi a vagyon. Szafrang, kaca. Csak nékik fontos e földi viperáknak. Döntésem őket sújtsa a porba, s ez elég tétel nekem. Legyen azé, amim van, aki a legközelebb áll hozzám. Vejemé s legfőbb barátomé. Fogad el tűv, s boldoggá teszel. Megint zsarolsz, gyarló és esendő parányt. De hát... szeretetednek bőséges sugarában mit is kívánhatnék jobban, mint boldogságodat. Jó, leteszem a fegyvert. Mit tegyek? Legyen meg általad az ő akarata. Köszönöm. Gyere, foglaljuk írásba. Mi az írás adott szavunkhoz képest? De jó legyen, legyen úgy, ahogy te akarod, foglaljuk írásba közjegyző előtt, mint mindkettőnk közös akaratával megegyező, stb. Dátum aláírás, tavuk, ó, de drága barátom, inkább rábízom magam, tudhatod, hogy én a hétköznapokban oly tétova vagyok, mint Albatrosz a parton! Albatrosz a parton! Albatrosz a parton! A parton! A parton! Ne szépen, beemeljük, de... Tártyúf. Garantálom, rögtödet ezentúl nem zavarja semmi. És a családod? Mit nekem családom? Nos, lefejebb ők. Ők gutát fognak kapni, csak kapjanak, más nem is érdemelnek. Gyerünk, kerítek egy közjegyzőt. Egy percet se várunk. Tartuff úr, örülök, hogy itt találom. Ima órámra készülődvén éppen fordulok magamba, úgyhogy mi atyán, ki vagy a mennyekben, mi tetszik, kérem. Nem hiszem, hogy csak úgy, mint egy véletlenül örül. Nem véletlen, valóban. Ide figyelj! A kertelést a tárgy sem tűri, én sem, úgyhogy hagyjuk ki, mit gondol, és mi is történt valójában. Tegyük fel, hogy Damis fantáziát. Netán azért, hogy ön ellen hangolja sógorom. Rendben, uram, legyen. Úgyhogy a szegény fiú nagy hibát követett el. Az azonban mégiscsak túlzás. Mi több? Túlmegy minden határon, hogy ezokból egy apa kitagadja a fiát, sőt, örökségét egyetlen tolvonással, dejéül kiszemelt barátjára hagyja, aki eszem megáll, képes elfogadni. Nos, ez tényleg botrány.
s finoman szólva nem teszi jót magának. Nagyon fú. Nagyon nem. És nem teszi jót az ügynek sem, amelyet mégiscsak szolgál. Ez nem tesz jót. És nem az orcapirító feltevés nem tesz. Te bújtász, és hamiszvát! Ezt állítja a tisztelt Jézus Géber úr? Azt állítom, ha ő jó keresztény, megbocsátta Lisztnek. És rábírja Orgont, hogy fogadja Liszt. Hát én megbocsátanék, higgy el, sőt, én már meg is vagyok bocsátva, spondja, imádkozom érte, állja meg a helyét, le ne ültessék! Bocsánat a viccért. Mi is tudunk viccelni. Boldoguljon csak. A messzi távoli idegenben. De hogy visszahívni, ezt nem tehetem ki. Már hogy ne tehetné, ha tenni akarná. Egy szavába kerül, és Orgon visszahívja. Hát éppen ez az. Ha Orgon barátom visszahívne a fiát, ha történtek után mi együtt, közös fedél alatt, hogy maradhatunk, megmondaná nekem, akkor nekem mindenképpen el kellene mennem. Ami persze semmiség, hát mi vagyok én, porszem. De Orgon barátom, távoztomba belé halna, persze, hogyha ez a cél, és hát vannak jelek, hogy egyesek ezen fondorkodnak, kül- és belszemélyek összeesküvési jelleggel, ugye válna, mert kérem, én ehhez nem asszisztálhatok. Úgyhogy úgy döntöttem, itt maradok, ha nincs ellene kifogása a tisztelt úrnak. És már köztünk maradjon feltéve, de meg nem engedve. Ha távoznék, mit gondolna a világ? Nem azt, hogy van miért, hogy a fülem mögött ki sem mondom, mi van. Én te a magam kedvére vagyok, ha tetszik értem. Hanem ő értem. A neve legyen áldott. Úgyhogy az Isten bassza meg akár tetszik, akár nem. Én itt nem privátin maradgatok, hanem legfelsőbb érdekből. Ez demagógia, uram. Engedje meg. Isten érdekét hagyja csak az égre. Ítélkezik az Úr, ha majd ítélni kell. Hát ki maga, hogy helyette álljon bosszút? Magasról negligálva, hogy más ne mondjak a megbocsátás, a szeretet parancsát. Hogy én ki vagyok. Inkább, hogy maga ki. Hát milyen alapot dugtad ki engem a szabad elvű úr, hogy más ne mondja. Megvan neki bocsátva, nem de? Könyörögve van élete szeretettel. Ha úgy adódnék, ha lábmosásáig nem szállnál. De hogy vele egy fedél alatt. Ezt nem kívánhatja tőle az úgy. És aztán igen. Azt kívánja. Hogy Jámbor szolgálja, elfogadja a hevei elmebajból. De mondjuk úgy, hogy perindulásból ráiratott vagyok. Elmebaj a jóság és az adakozás. És akik így tesznek, veszett kutyák, nem de? Nem, uram. Én csak a vagyonról beszélek. Hát persze, mi másról. Hát mi körül keringenének önök, ha nem a vagyon körül? Ha lenne önben egy csöpnyi empátia, de nincs, akkor tudhatná, hogy nekem cafrank, semmi a vagyon.
El is fogadhatom. Olyannyira semmi. Sőt, tudják mit? El is fogadom. De csak azért, hogy jó kezekben legyen, hogy ne kerüljön ebek 30-adjára. Jachtra, kaszinóra, perditálkodásra, hogy nehogy olyasmi történhessék vele, amely nem tetszenők az Úrnak és tész. Persze, hogy mi tetszik és mi nem tetszik az Úrnak, az konkrétan az Úr döntje. A maga javára. Kérlelnem kéne. Érvelni. Vitatkozni. De nem teszem. Ön egy... Tudom. Hernyó. Tetű. De jó, hogy nem mondtad ki. Így nem kell pörre mennem becsületemért, mely az égé és szétnyomatton önt, mint egy is. Na. Én sem mondtam ki, most csalódott, ugye? Tévedtárgy. Mondhatom, nem csalódtam. Ravasz. Ravasz. Sukalgatom. Tulajdonítgatunk, gyanúsítgatunk, gyalászkodunk, obszcén szavakra gondolunk. Jó, hogy ebből én semmit meg nem hallottam. És most ima órán közeledvén arra kérném tisztelettel, hogy szíveskedjük eltávozni. Apám, mindenre kérlek, ami szent. Vagyis? Ugye tudod, mi vár rád máma este, Marian? Szűzi lányságot festő bimbolya kiröppen fészkéből. Úgyhogy örvendj! Itt másnak helye nincs. Csak is az örvendj. Örvendj, imádkozzál, légy csini. Apám, apácska, legalább ezt nem tedd velem. Ezt a ma esti készfogót ne, ha egy kicsit is szeretsz. Nagyon szeretem. Akkor miért kényszerítesz? Jaj, Marian, ne butáskodj már, én nem kényszerítelek. Hanem helyzetbe hoznak. Kibontom, ami benned van, a saját érdekedben. Iddel nekem is nehéz egy lányos apának, ha kirepül a lánya. De van felsőbb érdek.
Van elkötelezettség. És mert én messzebb látok, mint te, butuskám, sőt. Ne messzebbre lássál, könyördöm, a lábad elé néz. Egyetlen leányod térden állva könyörög előtted, és te meg akarod ölni? Ha ez a célod, akkor öld meg itt és most, de ne a tártűfölsz. Azt hittem, kislányom, hogy ez le van tárgyalva. Nincsen, velem nincs le. Ha már nem adsz ahhoz, ha már nem adsz Valérhoz, aki a szívem, akkor ne adjál senkihez, és hagyd, hogy elmenjek. Ugyan, mert hová menjél? Apácának állok. Apácának? Na pont. Marja, ne utáskodj. Hisz hites urad mellett bőséggel lesz módod az ájtatatosságra. Az nem babazsúrán, hanem ártatosság, meg hideg víz, bemosdás. Na meg elég, megígértem. Ezek komoly dolgok. Erről szerződés van, házasság, levél van, hozomány, mi egymás. Nekem nem kell semmi se! Írasd rá mindenem, csak vigye! Csak hagyd, hogy elmenjek. Nem fogva tartalak? Nem tartalak fogva. Akkor meg hogy engedjelek el? Úgyhogy nem a Cezar! Ki nem az? Mert a véletéről beszélsz! Most pedig takarod be a szobádba! Mindig ezzel. Azért, mert fáj látnom, hogy elmegy az eszed. Fáj látnom, hogy a szeretet irántad, mint ezerszeresen is kiérdemeltél, hogy változik át teljes elszörnyedésé. Van egy akaratom. Egy elhivatásom, egy erkölcsi mércém. És már is elszörnyed. Szentül igazam van, és már is nem szeretnek, ne szeressenek. Teszek-e földi smúzra? A súlyút kiutálók, az összeesküvők, élükön azon a pornográf ficsúra, vedd észre még téged is, még a hites mostohanyán is képesít. Ő csak jót akart, arról nem is beszélve, sajnos teljesen... Mit, na? Tessék, vádolt csak meg te is. Ecceteljél bele a hét sebébe. Szegény, majd szörnyet halt, hogy ő ilyesmi. Szegény, na hallod, ha ott vagy, nem ezt mondod. De ezt mondom, lehet, hogy utána elejtett egy dolgokat, mit tudom én nyájasságból, szeretetből, és megjegyzem, ti ezt magatokból kiindulva úgy sűntétek csavartát. Nevetséges vagy. A stréber és eszem is igyekezeted, hogy történjen bármi, mondhat bárki bármit. Foroghat kockán a lányod boldogsága, hogy lehet a tét feleséged, becsüled, neked mindegy, de csak neki hiszel, neki, senki másnak! Hogy úgy? De senki más vagy emiatt? Válaszolj! Hoppá! Senki más vagy? Mert én neked hittem, a becsületes feleségemnek hittem, egyébként azt mondtad, hogy nem történt semmi, hogy ugyan már! De ha mondjuk bármi is netán, talán ha bármi is történt volna, feszíven ordítottál, fokorzékoltál volna, a szemét kapartad volna ki az udvarlódat, ne de, hajam, ne de! De mivel, hogy nem kapartad ki, hála Istennek, ez a szintiszta igazság, tártuf ártatlan, damisz meg egy aljadék! Jó, értelek, Orban. Micsoda egy hülye voltam, nem akartam botrány csinálni. Kímélni akartam a büszkeséged, a barátod iránti, hogy is mondjam, forró micsodát, és most aljas módon ezt fordítod ellenem. Így is jó, Tartüff meg akart baszni.
Jó hallottad. Persze nem hiszed. Ugyanem. Nem. És mégis mit kellene ahhoz, hogy elhitt? Mi kéne? Mit kéne, hogy igaz legyen? De minthogy nem igaz, nem kéne semmi sem. Ha mondjuk saját két füleddel hallanád, úgyse hinnéd. Mit, hogy hallanám a saját, ha volna is, mit nem, én nem értelek. Ha mondjuk elbújnál itt, én meg légyodra hívnám a kénőző barátodat. Mindent hallanál, akár látnál is test közelből, és amit megbizonyosodtál, közbelépnél. Na, mondhatjuk úgy, hogy kelepcébe csalnál. Ha szent, akkor nem állt neki. Ha nem szent, láthatnád inflagrantia kígyót, akit kedveden melengedtél, sőt, a nejedét. Nézetlenkedj, Janja, az lehetetlen... Mitől félsz, Orgon? Mondd már meg, hogy mitől félsz! Hisz tártő, vethetetlen! Ha visszautasít, csak én veszítetek. Oda lesz hitelem, tisztessége, minden erényed. Én egy bukott nő leszek. De te nem is ettől. Mitől nem? Szörnyetek vagy. Sőt, szörnyetek vagytok! Kivetkőzik köztetek magából az ember. Ám jó legyen! Küldj érte, elbújunk. Uram, atyám! Mi lesz, ha Tartuff rajta kap, hogy utána kémkedek, leskelődök. A föld megnyílik ott, és én azon mód elsüllyedek. Hát ebbe belehalom. Na jó legyen. Ha úgy lesz, ahogy lesz, nem fogok lehet beszélni. De hogyha mégis, legyen nincs. Azonnal jön. Úgyhogy azonnal, és ha nem ér rá, épp elmélkedik, pihen. Jön az, hogyha én hívom, kezét, lábát töri. Azt teszed, amit mondok, elbújsz, és csak akkor moccansz meg, csak akkor jössz elő, hogyha... Ki nem mond? Ha muszáj. Hogy érted, hogy muszáj? Úgy, hogy irántam érzett szerelmet. Vagy félni büszkeséged, nem enged maradni. Ne aggódj, enged. És köszönj meg. Értetek, teszem, amit teszek. Hogy végre tisztán lássatok. Hogy betegés képzelgéstek, kerégéstek, a kéj és a sárló hús körül le fogjon lepleződni végre. Tök legyek. Tartuff erényén megtörtök, mint a tarték. Nem fogsz megtörni, sajnos. Nem vigyellek. Sajnálok Orgon, és sajnálom magunkat. Nos, fogsz hallani néhány sikamlóságot nejed szájából, néhány olyasmi dolgot, mint nem illik, legfeljebb hitvesi ágyba, ha még emlékszel. Csapdát állítok. Szegény. Azaz nem utasítom el, sőt, kihívó leszek, mint hogyha visszahoznám érzelmeit. Avagy, mint hogyha én is benne lennék, egy jó kis. Ki nem mond, nem kerüled rá sor. Csak rajtad áll, hogy mire kerül és mire nem. Ha úgy érzed, elég. Ha úgy érzed, megbizonyosodtál. Légy közben, bújj elő, zörög, üvölcs, nagyon kérlek, minél előbb, ha kicsit is szeretsz. Hivatott nagyságos asszonyom, mint vagyok. Jól körülnézettem? Nem láttam egy senki. Nagyon nem szeretném, ha kialgatnának azok után, hogy majdnem. Hogy ez a kölyök? Ne csukd az ajtót. Nézzen meg és zárjon el. Nincs szükségünk egy jelleg bukásra, nem de? Nagyságos asszonyom. Igaza van, te tartózkodik, de meleden remélem, hogy látta, hogy amit az adott helyzetben tehettem, most csak önért tettem, Tartuff. Én letagadtam, ami letagadtam. És hogy önt védtem annyiban, amennyiben egy gyönge erő, egy erős férfi a rémületében védhet. Egy okos férfi, kinek tüzes szavára asszony szíve épp lángot fogott. Csak nem válaszik rám. Szó sem volt. Láthatja, a maga jámbor barátja felől következésképp az én férjem felől is biztos lehet. Ő buzgón támogatja, hogy kettesben legyünk, még parancsba is adja. Nehogy azt hihesse bárki, hogy maga meg én kettesben épp azért nem. De dehogy nem. Úgyhogy
Nincs mit féljünk. Szó se róla, kérem. Csak engedje, hogy emlékeztessem, hogy ön nem is olyan régen, egészen más értelemben nyilatkozott. Más értelemben? Hát lehet. De ez érzelmi kérdés, tárgyuk, és a női kedvel komplikált, rejtelmes tartalmat. Szó se volt, kérem. A szentek csipke kívül még azt sohajtja, ne. De már a vér belül forró igen susog a lódító szavak. Vagy talán elfelejtett, hogy miket mondott, és hogy miket mondott, talán emlékeztessen. Szó se róla, drágám. Nem mondtam, hogy a szemérdem epedálját forró imával perzselte gondolatban. Nos? A szám kiszállodöntő asszonyom. És leghőbb csipkéjeként titkos bájainak. Nem fogta térdem. Vállam. Hogy más nem mondjak. Mondjon. Hogy tegyük össze porzunk és bibénk, mert felcsigázza önt minden kis hajnak. Hogy felcsigázz? Az nem kifejezés. De meg kell érteni a tartózkodásomat is. Papíron már vőlegény vagyok, és ma este készfogó, amit ön nem bárhol én. És bár forra vérem, agyam kelméjében a gyanú, mint a varrótű váltik forog. Vajon nem cselvetés, delnői trükk, pár dőzemész vihar? Vajon nem így akarja meggátolni Frigyemet? De így. Róla nem, hogy így. Szerelmes asszony mi mást óhajtana, mint egymagába birtokolni a férfit, kiért lobot vetett szíve. Úgy. Lobot vetett? Lobot nem látni rajta. Hát akkor bizonyítsd be itt és most rögtön, hogy szeretsz. Hogy a kis micsodát csak értem ég. Vetkőz. Hogyan? Úgy, ahogy mondom, vetkőz. Kérem, nem túl siethős ez a tempó, de elég önnek vallomásom mára. Elég, hogyha kézzel foghatom. Kézzel? És hogyha a ránk nyitnak, hát hogy érti azt, hogy kézzel? Úgy, ahogy mondom, kézzel. Vagy mondjam másként? Ne. És ha mindezt... Tegezz vissza, te Juno. Ha tényleg értem éksz, akkor mire várunk? Csak attól félek, hogy mindezt hallja valaki, és ha hallja, hát közben is rég. Miért? Csikoltozós vagy? Talán csikoltozós vagy, akkor hallja a csikoltozós. Nem arról van szó, kérem! Hanem miről van szó, ha szeretsz, minek vállalkozta? Szemérben túl erős, én férjes asszony létemre szégyenlős vagyok, és ön túl erőszakos. Valóságban vélemes. Nyakam már kiszívja, fogtossa a combom, félreérthetetlen megjegyzéseket tesz. Lassan van a testen, adjon már egy kis időt még. Én is hívő ember vagyok, és fel nem foghatom, hogy szent ember tacára hogy lehet ennyire... Kívánlak, úgy lehet. Fogd meg, hogy mennyi. A 10 parancsolat akkor is. Bűn. Ilyen szép kis B-betű van. Bűn. Ugyan már. Gyónd ide a fülembe, hogy mi bűn, és kövesd el azonnal. És én mentem meg fontaklak. Feloldozlak van hozzá nexusom. A házassertörés akkor is bűn, és ön éppen erre vesz rá, nem is túl szemében. Mit szól ehhez Kebel barátja Orgon, ha mindezt a saját szemére hallaná? Azt hiszel, amit mondok neki? Hogyha arra kérem, akkor tartanál gyert. Vagy én törődök Orgon barátommal, te most csak vele. Ha már ő én velem egy cseppet se törődik, ha hagyja, hogy... Ugyan, az Úr nem szemér. Hát jó. Legyen, aminek.
Ennek lennie kell. Csak egy percet adjon még, menjen és nézzen körül a folyosón. Minek? Hogy véletlenül se törjenek ránk. És gondosan zárja be az ajtót. Számhír az undor. Ölnöm kell okádnom. Éhányom el magam mind a kettő tökön. A zsák nem a foltja. És most mit csinálja? Ja, hát ha kérded, akkor semmit. Bújjál vissza, fülelj, hogy ne legyen kétséged. Ki tudja, lehet, hogy csak fantáziálok. Hiszen a szent ember jámbor bókokat mond el, mert nem történt semmi. Kézzel foghatóan még nem vette elő, sőt, le se tépte a bunyimat. Hát ráérsz a leletnezésre, nem igaz? Hogy mondta, asszonyom? Nincs itt rajtunk kívül senki. Kettesben vagyunk. És áldozhatunk végre az édes, bűnös testnek. Épp jöttem nejedhez, nézd! Lehet, hogy így első látásra... Első látásra... Kérlek, ne igazd fel magad! Számolj el 10-ig mielőtt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 9, 10, rendben van. Nem én kezdtem. Lassulj ezen! Kezdeményezőileg! Te vagy rá a tanú! Orgon barátom! Sőt, testvérem a bűnben, te is csak férfi vagy! Barlangos testű ember, kit néha megkísért, hát még a legjobbokat is, az írásban is az áll, hogy megkísérti a legjobbokat is, sőt! Húsrészt akar, hogy te szemforgató geci, te ágyvas takony, te foshányodik kloákarony, varany szar! Torkom elszorul, etém könyve tódul. Hát, nem épp jó kedvemben tettem, amit tettem, de egy csöppet se bánom, uram, ezt meg kell mondanom. Önhöz nincs többé szavam, asszonyom. Ön egy tartály, egy nulla, hervadó edény. Tartűz, vedd a holmit és takarodj a házamból. Pardon, barátom, eltévesztetted a ragozást. Történt köztünk egy kis aktus, nem de? Jogi természetű, apró rám iratás. Ó, hiszen... De jó, kifundéroztátok ezt a te kénősző nejeddel ahhoz, hogy sikerüljön. Micsoda időnk. Hát szétrakja a lábát az impotens ura orra előtt, és így állít kelec. Takarod, Tartűz, mert megöllek. Megyek, de csak az érdekedben, hogy ne csinálj megint valami hülyeséget. Hogy testi sértéssel tetézd a birtokháborítást.
a rámtörést, a halálos megfenyegettetésem. Hát tudom, milyen húzó tudsz lenni. Ennyire meggondolatlan, sőt, keresztényetlen. Megyek. De a törvény erejénél fogva jövök vissza. Jogállam az jogállam. És nem fogom hagyni, hogy a házamból kitűs. Megállt a szívem. Elmira biztos megállt, segíts. A levegőn. Elfogyott a levegőn. Segíts. Hogy kitúrj? Milyen birtokháborítás? Itt halok meg. Mit irattál te rá? Mindent. Házat, vagyont, ma közjegyző elő. Gratulálok. Azt most nem kell, hogy gratulálj. A szegény hülyének, egy élő halottnak, azt most nem kell, drágám, érted? Az most nem kell. Yeah.